Sziasztok! A BBTV tudományos rovatát látjátok. Ma a közkívánatra a tejről fogunk beszélni. A tej az népegészségügyi szempontból egy nagyon fontos táplálék volt, még az őskorban, mivel volt egy-két háború a századunkban, meg ilyen apróságok, ami azt eredményezte, hogy nem nagyon volt táplálék, ezért valahogy a lakosságnak a vitamin és ásványanyag bevitelét egyszerű módon meg kellett oldani. Azok az idők viszont már elmúltak, most jelenleg 2060. Tejről három nagyon fontos dolgot kell nekünk tudni. Egyik az, hogy a tej az a csecsemő táplálására szolgál, amikor még az emésztőrendszere nem alakult ki teljesen, illetve nincsenek fogai, és nem tud szilárd táplálékot felhasználni, akkor a tej az, ami a megoldást adja, tehát abban vannak a megfelelő tápanyagok, mégpedig az anyatej. Az anyatejről viszont azt kell tudni, hogy ez egy emberi tej, nem pedig egy másik állatnak a teje. Ez egy nagyon népszerű mondatom, hogy semmilyen állat nem issza meg egy másik állatnak a tejét, nekünk se kellene. A másik dolog, hogyha a tej még megfelelő is lenne, ez a tej már nem az a tej. Az 1960-as évekhez viszonyítva a műtrágyázás, környezetszennyezés és a többi következtében a tejnek a vitamin és ásványanyag tartalma körülbelül a 20-ad része ma már annak a tejnek, ami akkor volt, és akkor még hozzátehetném azt, hogy az a tej, amit ti a boltban megvesztek, az már egy feldolgozott tej, tehát azt valószínűleg tejporból hígítják újra, semmi köze nincsen az eredetihez, úgyhogy ilyen szempontból semmi köze az a természetes táplálékhoz, amit fel kellene használnunk. A harmadik nagyon fontos tényező, hogy mi a tápanyagokat, illetve a táplálékunkat tápanyagforrásnak használjuk, tehát effektíve a tejet azt nagyon sokan fehérjeforrásnak szeretnék használni, de testépítő szempontból semmiképpen sem alkalmas jó fehérjeforrásnak. Egyrészt túl sok tejcukrot és zsírt tartalmaz, másrészt nem igazán jó fehérjeforrás semmiképpen sem, azon kívül a fehérjetartalma túl alacsony. A tejből nagyon jó fehérjeforrásokat lehet csinálni, ebből csinálják a tejsavú proteint, ilyenkor kiveszik a hasznos részeit, és ami nem kell, azt eldobják, de maga a tej önmagában nem alkalmas testépítőknek. A legnagyobb hím, amit a legtöbben elkövetnek ezzel kapcsolatban, hogy beképzelik maguknak, hogy iszogatják a tejszit, akkor ezzel tettek valamit a fehérjebevitelért, nem. 3 litert kéne meginni, közel sem 100 g fehérjebevitelhez, ami nevetséges. Mindenképpen, ha belegondoltok, hogy egy kanál proteinben mennyi fehérje van, meg egy liter tejben mennyi fehérje van, akkor azt így költséghatékonynak sem mondhatnám semmiképpen. Úgyhogy nem alkalmas testépítőknek a fehérjebevitelét tejjel megoldani. Mindez nem azt jelenti természetesen, hogyha meg szeretnétek inni egy pohár tejet, akkor az most katasztrófa lesz. Aki szereti, az nyugodtan igyon tejet, de nem szabad a fehérjebevitelt tejre alapozni, mert semmi értelme. A engem folyton megtaláló tej ügyben lobbizó idiótáknak meg azt üzenem, hogy van egy mondás, hogy egy pohár tej tiszta csekkfej, vagy valami ilyesmi. És egy kis szaksajtó. A fehérje források a húsok, a tojás, a protein, és ha nagyon nincsen egy is a kéznél, akkor a megoldás a protein süti, amit meg lehet mikrozni, de nem így kell, csak vicceltem. De ez finom is, megvan benne a fehérje is, nincs benne semmi felesleges dzsúva, úgyhogy egyetek túl mixot.